A decentralizált autonóm szervezetekről fogok beszélni. Nem tudom, ez mennyire buzzword, vagy mennyire nem ki ismeri ezt a kifejezést. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hogy így ráimok, nem? Így? Így? Lefelével megy, jó. Akkor volt ott egy ötlet, hogy mi ez, lehet, hogy nem. Szóval decentralizált autonóm szervezetek. Szívesen mesélek bármi másról is egyébként, tehát nagyon sok sztorim van. Viszont csak 5 perc. Szóval, decentralizált autonóm szervezet, mondjuk ilyen száraz definíció, olyan szervezet, amit programkód futtat, senki más nem tud belenyúlni, nem tudja hatalomba keríteni, önálló gondolatai vannak és önálló cselekményei, és a végeredmény az az, hogy a gép működteti az embert. Vagy csak simán önálló életet él a többi géppel együtt. Igen, a következő kérdés, ki ismer ilyen, ez létező dolog szerintetek, hogy decentralizált autonóm szervezet? Bitcoin volt az első decentralizált autonóm szervezet, bár talán inkább a decentralizált szervezet és az autonóm szervezet között van valahol, mert a Bitcoin az első olyan lény, vagy digitális lény, aminek önálló élete van, nem nagyon tudjuk befolyásolni, hogy működik, de a játékelmélet, ami mögötte van, lehetővé teszi, hogy működjön, prosperáljon és növekedjen. Hány perc egyébként, vagy mennyi idő van? 5 percet van. 5 percen van, és ebből mennyi ment le? 2. Nagyon jó. Akkor kapcsoljunk gyorsabb esélyre, szóval a Bitcoin az első ilyen önálló digitális lény, ami lehetővé teszi azt, hogy egy önműködő szervezet, digitális szervezet magától működjön. Van egy open source kódbázis, amihez bárki hozzáadhat kódot. Ez természetesen a hálózat többi tagja nem fogja futtatni, csak akkor, hogyha egyetért vele, és leginkább mondjuk a bányászok, Bitcoin bányászok. Kinek van bitcoinja egyébként? 1-2, akkor itt van egy pár részvényes, hát az a Bitcoin nevű decentralizált szervezetben van egy pár részvényes köztünk. Az ő érdekük az, hogy ez a szervezet, vagy a Bitcoin részvény árfolyam minél többet érjen, és azért megtesznek mindent. Lehet, hogy barátaik között promotálják, lehet, hogy üzletet építenek rá, lehet, hogy bányásznak, stb. De jó, mivel rövid idő van, azt hittem, hogy van 10 perc legalább, akkor tovább lépek. Szóval a Bitcoin egy célgép gyakorlatilag, ami semmi más nem tud, mint decentralizált módon konszenzushoz, tehát egy nem megbízható hálózaton, nem megbízható 100 000 nód között konszenzusra jut arra, hogy kinek mennyi pénze van. Ez egy buta célgép gyakorlatilag, de mégis az első. És az első ilyen módon, na, még egyszer, szóval rendszeresen meg kifújom magamat, mert most is kezdtem meg. Szóval a Bitcoin hozta magával a blockchain technológiát, amit tovább gondolva második generációs blockchain technológiaként az Ethereum-os csapat úgy gondolta, hogy fogja ezt a decentralizált konszenzus mechanikát, és egy Turing-komplett virtuális gépre alkalmazza. Tehát mostantól kezdve nem csak tranzakciókat tudunk hitelesíteni egy hálózaton belül, közbenső felek nélkül, nem csak pénzt fog küldözgetni, hanem bármilyen programkódnak a futásának az eredményét tudom egy hálózatban egységesen
vagy egységes végeredményként tekinteni. Az Ethereum lehetővé teszi, hogy programkódot futtassunk egy virtuális gépbe, és ennek a kimenetét egy hálózaton keresztül mindenki, vagy a kimenetében egyet értsen. Szóval mire jó ez valójában, hogyha a legegyszerűbb egyébként, amit a Bitcoin csinál, az a bankolás. A bankoknak a fizetési művelete az 4 sorkód egyébként. Python-szerű nyelven így néz ki. Van annyi pénze annak, aki küldi? Igen. Akkor vond le tőle az összeget, és a másikhoz írd jóvá. Ez az, amire mondjuk külföldi utalásnál napokat kell várnunk, és 50 eurót fizetnünk. Ez egy rendkívül bonyolult művelet, nem tudom, hogy a mai napig ez miért ilyen bonyolult egyébként, de ezt csinálják a bankok gyakorlatilag, és ezt csinálják a Bitcoin. Hogyha az Ethereumon a Bitcoint létre akarod hozni, akkor ez a 4 sorkód, most egy kicsit sarkítok, mert lehet, hogy a vége 10 vagy 12 lesz, mindenféle egykézeket beleszállítva, de ez gyakorlatilag a pénzküldés tőlem neked. Nézzünk egy bonyolultabbat, mondjuk regisztrátor, ami lehet egy domain név regisztrátor, vagy lehet akár egy földhivatal, mert az gyakorlatilag ugyanaz, valamilyen ingatlant adsz pénzért. És akkor van 4 funkció, az egyik az az, hogy beregisztrálod a földedet, vagy a doménedet, beállítasz hozzá egy értéket, mondjuk a doménhez rendelsz egy IP címet, vagy mondjuk az ingatlanhoz egy tulajdonost, le tudod kérdezni, vagy át tud adni a tulajdonjogot. Tehát ez itt a földhivatal, erre ma Magyarországon nem is tudom, 4-5 milliárdot költünk évente, és ilyen kockás papírokon, meg nem tudom, mint működik az egész, és elég lassú és költséges, és nem megbízható, és korrupciónak ki van téve. Szóval, félrenyomtam. Miket lehet csinálni ilyen, miket lehet csinálni az Ethereum-mal? Megszeghetetlen önmagukat betartó szerződések, ahol nem a jogrendszer, vagy az ügyvéd, vagy a nem tudom, kivéd meg engem attól, hogy behajtsam a másikon az igazamat, hanem programkód. Hogyha a matek nem jön össze, akkor nem jön össze, akkor nincs az ügyvéd, vagy Orbán Viktor, aki ezt be tudná hajtani, mert lehet, hogy Orbán Viktor tud parancsot adni Bolt Péternek, de nem tud parancsot adni 100 000 számítógépnek a világban, és nem tudja azt mondani, hogy 2 meg 2, az már pedig 5. Másik lehetőség áruelosztás, peer-to-peer eBay eladó és a vevő közvetlen kapcsolatban van. Adattárolás, peer-to-peer Dropbox, ahol a kihasználatlan számítógép vagy Winchester kapacitás pénzért bérbe van adva, infrastruktúra, ugyanez a processzorodat adott bérbe, pénzügyi szolgáltatás, tehát mondjuk Bitcoin vagy biztosítás, stb. 100% fair szerencsejáték, ahol egy olyan szerencsejátékot, hogy kaszinót tudsz üzemeltetni, ahol a játékosok biztosak lehetnek benne, hogy nincs megbundázva a játék, domain neve, földhivatal, közösségi nyilvántartás, földhivatal, cégjegyzék, ezen keresztül transzparens, alacsony költségű, korrupciómentes közigazgatás. Ebből látszik egyébként, hogy ez mindenkinek érdeke, kivéve a hatalmon lévőknek, valós elektronikus szavazás. Elértünk a nagy kérdéshez, hogy most ez jó nekünk, hogy létrehozunk egy Skynetet, vagy Skynetet hozunk létre valóban. Mi lesz, hogyha itt olyan szervezetek működnek, akiket nem lehet lelőni, leállítani, nem érdekli őket semmiféle törvény, vagy jog, vagy ország, vagy ember, vagy igazából ezt még nem tudjuk, tehát én egy személyes véleményt tudok elmondani. Szerintem ez még nem a Skynet, de 50 év múlva ki tudja, hogy mi lesz. 50 év múlva valószínűleg elérjük a technológiai szingularitás pontját, amikor az Ethereum mesterséges intelligenciával
vegyítve lehet, hogy egy Skynet-et létre fog hozni, és lehet, hogy ez annak lesz az eredménye, hogy egy tökéletlen másunkat hozzuk létre kódban, de az is lehet, hogy egy tökéleteset hozunk létre, és ez fogja a Skynet-et létrehozni, ez közkedvelt téma a sci-fi írók körében. Másik lehetőség, jó, a Web3-at most átugrom, mert valószínűleg ez lesz, inkább beszéljünk a következő 50 évről. Bocsánat. Egy diában és három mondatban. Oké. Okay. A 21. század második felében valószínűleg már nem lesz releváns az, hogy milyen országban élünk, az csak egy GPS koordináta lesz, mert adatok tömkelegében teljesen irreleváns lesz a mostani jogrendszer, ami nem volt arra felkészülve, hogy határok és korlátok nélkül egyesítsen embereket egy globális méretű piacon. Itt igazából mi magunk fogjuk létrehozni az új virtuális államokat, ahol emberek összeállnak és egyetértenek bizonyos alapokon vagy közös nevezőben és a saját alkotmányokat megírják, egy közös virtuális országban fognak élni, és az, hogy épp a Földön ez milyen fizikai pozíciót jelent, az valószínűleg teljesen irreleváns lesz. Úgyhogy ez egy érdekes folyamat lesz. Én szerintem erre megyünk, de persze ez csak egy feltételezés, tehát lehet, hogy 50 évvel más nem fog élni, vagy más lesz mindegy. Jó, lejárt az idő, úgyhogy... De van jövő két kérdésre válasz. Két kérdésre válasz. Hát egyre. Másfél? Egyre. Hát egy. Igen, volt szerintem az első. Én már tavaly nyáron hallottam el, és olyan izgalmas projekt, de azt tudom mondani, hogy hogy áll most éppen ez az egész, tehát hogy hány valami státusz jelent. Igen, most van a két hét múlva launcholunk fázis, ami néha eltart egy évig vagy kettőig, tehát tesztüzemben működik, vannak már fejlesztői túlok, nem mindegyik 100%-os, lehet már építkezni, meg üzletet építeni rá. A live adat, vagy a live network még nem indult el. Márciusra ígérték, de aztán március elején azt mondták, hogy igazából majd akkor indítjuk, hogyha működőképes lesz. Egyébként működőképes, és el lehet rá kezdeni, készíteni alkalmazásokat, de nagyon szóval még nagyon az elején vagyunk. Az a lényeg, a live network még nem indult el. Na jó, még egy. Igen. Igen, szóval igazából egy kommentet szeretnék hozzáfűzni, szóval én a terápfejlesztő vagyok, full-time-ezen dolgozom, úgyhogy ha bárkinek konkrét kérdése van és érdeklődik, akkor inkább engem kérdezzetek majd végén. Szóval, ahogy állunk kérdésre, azért sajnos ilyen kevésbé optimista választ adnék, szóval dugik van hibával a kód. Szóval most már minden kész van, csak még szarul működik. Tehát most ilyen bugfixig megy ezerrel, és hát a minimal viable productnak a meghatározása folyik szintén, hogy mik azok a dolgok, amiket hogyha elindítunk, akkor végül is nem csaptuk be azokat, akik ígéretet adtak. És hát valószínűleg azért elég sok minden el fog indulni, de egy pár dolog nem. Tehát például, amin én dolgozom, az a ilyen elosztott Dropbox-szerű dolog, a Swarm-nak hívják. Ez való arra, hogy sok adatot tároljon embereknek a vérbeadott Winchesterein, és hát az a egyik terv, hogy az ilyen önmagában farkába harapó kígyóként magát az éter adatbázist is a Swarm tárolja valahogy. Ez biztos, hogy az első verzióban már nem lesz benne, ami ki fog jönni, de elég sok minden, igen. Tehát például a dolognak a lelke, a konszenzusgép, az már elég jól áll, tehát azt most olyan dolgokon folyik a reszelgetés, hogy hogyan lehessen úgy bányászni, hogy azért mindenki tudjon egy kicsit bányászni, de ne legyen érdemes még mindig célhardvert építeni, tehát ilyen paraméterek tekergetésre folyik. És hát én arra számítok, hogy azért egy hónapon belül valami el fog indulni. Egyenlőre
egyébként a dolog nem decentralizált abban az értelemben, hogy van három nyilvános kulcs belevasalva a rendszerbe, hogyha az a három nyilvános kulcs aláír valamilyen dolgot bizonyos körülmények között, akkor az egész rendszer leáll, tehát van benne egy vészfék. Időzített bombának is lehet nevezni, mert hogy meg is van ígérve, hogy ez az a rendszer le lesz szállva. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy egy évig, vagy másfél évig legfeljebb fog futni az első verzió, utána az leáll, és a második verzió úgy fog így elindulni, hogy az egyenlegek azok átkerülnek az első verzióból. Tehát aki ami pénzt, vagy étert, vagy bármit keresett az első verzióban, az megmarad, az sehova nem vész el, de a játékszabályok azok esetleg módosulni fognak. És a második verzió az már tényleg decentralizált lesz abban az értelemben, hogy abban már nem lesz időzített bomba. Köszönöm a hozzáfűzéseket. Egy kerek volt. Utolsó kérdés, Tamás? Először azt akartam kérdezni, hogy nem így kérdezel a kérdezőt, de inkább azt kérdezem, hogy kérdezőnek ki ad fizetést? Kérdezés. Kérdezőnek ki ad fizetést? Dannak van egy válaszakodom. Na, nem, tehát én ténylegesen ebből élek. Ez úgy működik, hogy a bitcoinnal ellentétben az éterek azok nem mint bányászt valasznak, hanem volt egy sale, egy árusítás. Tehát ahhoz, hogy ebben a rendszerben bárki programot futtasson, ahhoz minden egyes utasítási ciklus, meg minden egyes memóriacellát ki kell fizetni, és ezért ilyen speciális tokenek, amiket éternek hívunk, azokkal kell fizetni, és az éter egyenlegek nem nulláról indulnak. Hanem volt egy nagy vásár, amikor bitcoinért lehetett étert venni, és ez olyan jól sikerült, hogy ezzel a világ első három legjobban finanszírozott crowdfunding projektjének az egyik ez Ethereum, hogy pontosan első, második vagy harmadik az attól függ, hogy a bitcoin árfolyamot hogy számoljuk. De minden esetre döbbenetesen sikeres volt, és ebből az összegyűjtött bitcoint, hát ezt nyilván szétdiversifikálták mindenféle pénzekre, nem maradt minden bitcoinban, és hát van egy svájci alapítvány, egy svájci székhelyű alapítvány, amelyik ezt a pénzt kezeli. Ennek az alapítványnak van néhány leányvállalata, az egyik az Amsterdamban van, és ennek az amsterdami leányvállalatnak vagyok én az egyik alvállalkozója. És így kapok én ezt a fejlesztését. És sör után, tényleg. Sátok. Közönséghez egy kérdés. Ki az, aki gondolja ez alapján, hogy ez valami komoly dolog, és ki az, aki azt gondolja, hogy jó, most hol kerültem, így biztos félre beszélnek. Ki szerint komoly ez az egész, hogy amiről beszéltek? Oké, köszi. Köszönöm.